Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig a Frontember mai adása Georg Spötle biztonságpolitikai szakértővel, aki már itt van velünk a Skype túlsó végén. Szervusz, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Ja, kedves Tomi, jó reggel, szeretettel köszöntök mindenkit. Arra kérjük a hallgatókat, hogy ha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra. Lassan 132 000-en leszünk, ahogy számolom, illetve köszönettel fogadjuk a támogatásaikat is a videó leírásában található linken keresztül. Vágjunk bele a mai témáinkba. Az előző adásban már részben említettük pár mondatban, bár akkor nagyon friss volt a hír, hogy Zelenszky állítólag támadást tervezett a Barátság kőolajvezeték ellen. Ez is volt az előző videó címe, és több kommentet kaptunk, hogy erről azért részletesebben is hallanának szívesen. Mi az, amit pontosan tudunk, illetve szerinted ez mennyire spekuláció? Ugye mégiscsak a Washington Post írt erről egy cikket. Mi az, ami ebből biztos, mi az, ami spekuláció, és hogy látod most a helyzet? Na hát én pont azért hiszem, mert a Washington Post írta, ugye tudni lehet, a Washington Post meg a New York Times azért erősen liberális amerikai napilapok. Tehát ők igazából a Biden kormánynak a narratívát tolják mindig, tehát akik a legjobban ugye mindig kiálltak például Trump ellen, tehát ők kritizálták a legjobban a konzervatívokat az államokban, meg szerte a világon, tehát azért Magyarországról is rendszeresen lehúzzák a vizes lepedőt, csak rosszakat írnak, de nagyon érdekes, hogy miért szivárogtatták ezt ki. Én elolvastam a teljes interjút, még mielőtt egy kicsit megnyírbálta volna a Washington Post az online kiadásában. Először lejött a teljes, utána kivettek belőle részeket. Na, de az a lényeg, hogy Zelenszky tökre megdöbbent azon, hogy szivároghatott ezt ki. Mert hogy állítólag ezek a titkos dokumentumok, hogy a CIA lehallgatta a zárt ajtós üléseket, ahol Zelenszky ukrán elnök, a GUR-nek, ugye az ukrán katonai titkosszolgálatnak a vezetői, meg komplett a vezérkar vettek csak részt, és ezek állítólag valahogy kikerültek, ugye itt a WikiLeaks-hez hasonló titkos iratok kiszivárogtatásában, amit állítólag az a 20 éves kiskatona rakott ki így az internetre egy zárt csoportba, állítólag azért, hogy barátai előtt villogjon. Hát én ezt azért annyira nem hiszem el, tehát én is voltam katona, voltam fiatal, és ilyen aktákhoz egyáltalán nem volt hozzáférésem. Na de lényeg az, hogy Zelenszky elég keményen beszélt ugye az újságíróval, hogy ezzel gyengítik Ukrajnát, erősítik az oroszokat, honnan szerezték ezt az információt, mert hogy ehhez még ő se fért hozzá, mert hogy egy zárt csoportban volt. Úgyhogy nagyon izgalmas a dolog, és szerintem ebben van szubstancia. Ugye tudjuk, hogy Zelenszky már pár hónappal ezelőtt szintén hasonló terveket szövögethetett, hiszen akkor be is jelentette valamelyik ukrán, nem tudom, talán tanácsadója volt Zelenszkynek, nem emlékszem, hogy ki volt, azt mondta, hogy hát bármikor történhet valami ugye a Druzsba, az a Barátság kőolajvezetékkel, amelyik Magyarországra szállítja a kőolajat, ami rendkívül fontos ugye a magyar gazdaság lendületben tartásához. Úgyhogy ez simán benne van, tehát ez körülbelül olyan mondás volt, mint amikor Joe Biden azt mondta, ugye, hogy az északi áramlattal bármikor történhet valami, tehát igazából kettőt egymás mellé állítjuk, nagyon érdekes dolgokra jöhetünk rá, és pont ezért hiszem el, mert a Washington Post ugye ez nyilván nem ok nélkül szivárogtatta ki. Megfordult a fejembe, esetleg az amerikai kicsit el akarnak határolódni Zelenszkytől, nem tudom, mert azért ez egy hatalmas rugás bele. Hát mégis csak egy NATO szövetséges Magyarország mindennel együtt, és... Persze, és ezzel lejáratták igazából Zelenszkyt meg az ukrán vezérkart, hogy erre készülnek. Bár ahogy megnézzük, ugye most, ahogy végig kalapozta egész Európát, Párizstól kezdve Berlinig, Londonig, Rómáig, mindent is megígértnek, 200 darab hatótávolságú katonai drón. Milyen típusút, arról nem szól sajnos a fáma, de azt mondták, hogy olyan 200 km hatótávolságúak. Én ebből azt feltételezem, hogy ezek is ilyen kamikaze drónok, amik belecsapódnak a célpontba, ugye is úgy semmisítik meg, tehát magukkal együtt azért is a név. Ezen felül ugye további lőszereket ígért nekik, katonák kiképzését egyebet, de ugyanis Berlinből is azért hazavitt 5,5 milliárd eurót. Úgyhogy szuper jó dolog, bár hogyha már pénzről beszélünk, letartóztatták a legfelsőbb bírát Ukrajnában, mert éppen átvett több millió eurót valakitől, úgyhogy csodálatos dolgok ezek, úgyhogy valóban egy jogállamról beszélünk, ahol úgy küzdenek a korrupció ellen, hogy ihaj.
Na de, tehát végig kalapozott mindent, ugye kapujra fegyvereket, kapott egy csomó pénzt, de hát még mindig a vadászgépeken lovagol. Ugye pont Rishi Sunaknak mondta, hogy létre kellene hozni egy ilyen vadászgép koalíciót több országból, hogy Eurofightereket és F-16-os vadászgépeket megkaphasson Ukrajna. Nagyon érdekesen Rishi Sunak kitért a válasz elől, tehát nagyon kedvesen ölelgette ott melegítős barátunkat. Ugye felöltözni megint nem tudott, és erről egy ilyen igazi ikon jutott eszembe, Karl Lagerfeld, német divattervező. Imádtam azt az embert, extravagáns dolgai voltak, én soha nem voltam Lagerfeld cuccokat, de lényeg az, hogy 15 évesen elhatározta Szabó Inesként, hogy ő világhírű lesz. Ezt véghez is vitte, és neki volt egy nagyon jó mondása, hogy az az ember, aki melegítőbe kimegy az utcára, de nem az edzőterembe tart, az elvesztette az irányítást az élete fölött, és hát azért ebben van némi igazság, mert ugye Zelenszky barátunkat már rég távirányítják valahonnan Washington DC-ből, de hát ez megint egy más kérdés. De lényeg az, hogy tehát nem nagyon érintette ez a külföldi útját, hogy ilyen terveket szöveget, hogy támadás egy NATO ország ellen és egy Európai Uniós ország ellen. Ugye tudjuk, Magyarországot azért nagyon sokan nem szeretik, jó Isten tudja, hogy miért, de a lelkük rajta. Úgyhogy ez az állás, ja, meg még felröppent egy érdekes hír, mielőtt elfelejtem, ugye megvádolták az ukránok Prigozsint, a Wagner csoport tulajdonosát árulással, hogy egy közelebbről megmenővezett afrikai országba, ő felvette a GUR-rel, az ukrán katonai titkos szolgálattal a kapcsolatot, és egy dílt ajánlott nekik, hogy adják át neki Bakhmutot, akkor ő lenne ott úgymond a győztes, ezzel pontokat szerezne a Kremlbe, cserébe pedig megadja orosz katonai állásoknak a koordinátáit, hogy az ukránok arra csapást tudjanak mérni. Hát azért ezt nem hiszem, ugye azért tudjuk, hogy közeli jó ismerőse, szinte barátja Putyin elnöknek. Egy olyan ember, aki tényleg ott van a fronton, együtt harcol a fiaival, tehát kétlem, hogy ő áruló lenne. Bár egyre keményebben nyilatkozik Putyinról, én továbbra is azt nem tudom eldönteni, most már hetek óta erről beszélünk, hogy ez valami nagy színjáték ez az egész, vagy itt tényleg kenyértörés van Putyin és Prigozsin között, és nekem ami érdekes, hogy azért ebben a hangnemben beszélni Putyinról, hogy vajon ezt Putyin tűri-e, mert most már azért tényleg, minthogyha így direkt meg akarná alázni. Én se tudom, őszintén nem tudok erre gombot vonni, Tomi, hogy ez most színjátéke, vagy valóban be van rágva. Azt tudom, hogy többször be volt rágva, ugye a lőszer utánpótlás miatt. Joggal, hiszen ő van a fronton, első vonalon harcolnak a Wagneresek, tehát látja, hogy elfogytak a tartalékaik, tehát nem tudja tovább tartani ugye az állásait, akkor vissza kell vonulnia, az pedig ugye azért presztízveszteség lenne, nem csak a Wagnernek, hiszen mondjuk akkor ők már arról nem tehetnek, hanem ugye az Orosz Föderációnak és Putyin elnöknek amblok. Mennyi ebbe a színjáték, nem tudjuk, ez valószínűleg soha nem fog kiderülni, akkor derül esetleg ki, hogyha mondjuk a Wagnert leváltják, elküldik onnan, valamilyen retorzió lesz, akkor nyilván kiderül, hogy nem színjáték volt, hanem valóban kenyértörésre került a sor. Remélem nem, tehát azért egy nagyon fontos faktor ugye a Wagner privát hadsereg ebben a harcban. Látjuk, hogy a rohamosztogosaik azért tényleg életük árán megpróbálják azt a nyomorult Bakhmutot bevenni, több, hát nem is tudom hány hónapja lassan, ott is már egy éve folynak a harcok szinte Bakhmutban. Több ezer ember vesztette az életét, egyik se akarja elengedni ugye azt a rommá lőtt várost. Szomorú dolog, hogy így embereknek kell meghalni emiatt, igazából semmi miatt már. Meglátjuk, ugye nem lehet tudni, a Kremlből nem érkezett még semmilyen viszont válasz, hogy fogja vissza magát, vagy valami, tehát ahogy így nézem a Telegram csatornákat, meg az elérhető orosz forrásokat, nem találtam semmi olyat, hogy egy markánsabb válasz jött volna Putyin elnöktől, vagy mondjuk a Kreml valamelyik szóvivőjétől. Na jön egy újabb hír, ami az Egyesült Államokkal kapcsolatos Ukrajna támogatása kapcsán. A Politico írja, hogy az Egyesült Államoknak 6 milliárd dollárja maradt Ukrajna támogatására, a legutóbb a törvényhozás által erre a célra megszavazott 48 milliárd dolláros összegből. Mindez azt jelenti, hogy a megmaradt források a nyár közepére kimerülhetnek, és hogy a lap szerint Joe Biden kormánya már elkezdett előkészíteni egy újabb katonai csomagot, arra készülve, ha esetleg kifutnak a forrásokból, viszont a politikai vezetések vannak kétségei azzal kapcsolatban, hogy a republikánus többségű képviselőház jóvá hagyna-e egy újabb katonai csomagot, bár egyelőre úgy kalkulálnak, hogy valószínűleg igen. Ezt most a Politico írja, és úgy tűnik, mintha az amerikai sajtóban egyre többször lenne az az üzenet, hogy sok pénzt kapnak az ukránok, tessék valami eredményt felmutatni. Te hogy látod egyáltalán, meddig tudja Amerika támogatni Ukrajnát pénzzel? Nagyon jól
mondod, milyen érdekes, tegnap elég későig fent voltam, és pont az amerikai lapokat böngésztem még így lefekvés előtt. És felmerült ez, hogy oké, toljuk bele a pénzt, de mikor fognak győzni? Fognak-e győzni egyáltalán? Felszólal nagyon sok volt már nyugalmazott tábornok, akik ugye kizárják annak a lehetőségét, hogy Ukrajna ezt a háborút megnyerheti. Elolvastam a kommentárokat, ezek voltak a legizgalmasabbak, amit átlag amerikaiak írnak be az újságcikkek alá. És mind azt kérdezték, hogy hol vannak az adócentjeink? Ja, hogy ez mind a mi adónkból? Meddig kell lesz még tűrnünk, nem azért fizetünk adót, hogy az ukránokat támogassuk, de több ezer ilyen kommentár van a megfelelő cikkek alatt. Tehát akinek van egy kis ideje, érdemes böngészni az amerikai lapok kommentárjait, mert tényleg úgy látom, hogy az amerikaiaknak elegük van, és egyetlen olyan se volt, hogy nem tudom, Slava Ukrajna, meg nem tudom, tartsatok ki, never surrender, vagy egyéb, hanem mindenki ekészte igazából a Biden kormányt, azért, mert elegük van az amerikaiaknak abból, hogy ugye fizetik az adót rendes, becsületes emberek, akik napi szinten dolgozni mennek, és keményen melóznak, nem tudom, árut pakolnak a Walmartba, dolgoznak az autóüzemekbe valahol a General Motorsnál, és értelemszerűen azt szeretnék, hogy ezekből a pénzekből Amerika fejlődjön, ők kapjanak mondjuk több fizetést, jobb iskolarendszer legyen, jobb közétkeztetés, akik katonák voltak, szeretnék, hogy a veteránoknak jobb ellátás járjon, tehát nyilvánvalóan azt szeretnék, ha ezek a pénzek az Egyesült Államokban maradnának, nem az, hogy így őrült módnyakló nélkül önteni Ukrajnának. És nyilvánvaló, hogy ugye minél jobban közelednek a választások, annál erősebb téma lesz ez. Ahogy láttuk Magyarországon is, ugye a választásoknak a gerinc témája az ukrán-orosz konfliktus volt. Ez lesz az Egyesült Államokban is, és ott nyilvánvalóan legyen az DeSantis, vagy legyen az Donald Trump, első körben azt fogja megkérdezni, hogy hol van ez a pénz, az ukránok nem győztek, nyilvánvalóan elő fognak szedni majd olyan titkosszolgálati aktákat, hogy melyik ukrán politikus, katonai vezető, bármilyen tisztségviselőnek mennyivel nőtt a vagyona, hogy gazdagodtak, milyen autókat, milyen ingatlanokat vásároltak maguknak. Meg fogják mutatni, hogy a korrupció az égbe kiállt az ukránoknál, vagy nem azt mondtam, Ukrán Egyesült Államok, úristen, még korán van, de... Ki tudja, mi jön még... Lényeg az, hogy az 51. csillag akkor majd Ukrajna lesz, nem, hát az borzalmas lenne, de ez nagyon komoly téma lesz. Az a baj, hogy megosztanak a demokraták, Tomi, ahogy te is mondtad. Tehát van egy része, van egy kemény mag, akik azt mondják, hogy oké, állj, fejezzük be, egy centet ne adjunk tovább az ukránoknak, ennyit tudtunk, elég volt. Van viszont egy másik része, akik azért úgy eléggé a Biden-i administration-nek a gondolatvitelét akarnák folytatni, akkor is, hogyha egy republikánus győzelem jönne, hogy továbbra is segíteni kell az ukránokat, tehát Oroszországot ők igazából ellenségnek tekintik, és ezt a proxy háborút folytatni akarják. Tehát az, hogy teljesen elzárják a csapokat, én arra nagyon kevés esélyt látok. Az, hogy nyilvánvalóan kevesebb pénzügyi segélyt kapnak, ezek a segélyek talán majd csak fegyverek formájába fognak menni, erre látok inkább egy reális esélyt. Ugye meglátjuk azt, hogy többször felmerült, hogy esetleg lesz egy deadline, adnak az ukránoknak egy ultimátumot, hogy oké, mondjuk most csak mondok valamit, a hasamra ütöttem, szeptember 30-áig győzzetek, fejezzük be ezt a háborút, de úgy, hogy ti győztök, utána rien ne va plus, tehát már semmit nem tudok nektek adni. Meglátjuk, mondom, izgalmas lesz, tehát itt minden Washingtonba fog eldőlni, az, hogy ki lesz az elnök jelölt, ugye. Az amerikaiak hogy fognak reagálni, mert nyilvánvalóan itt ki fogják teregetni az összes számlát, egymáshoz fogják hasonlítani, hogy mondjuk az amerikai egészségügyi rendszerbe mennyi pénzt toltak bele az amerikai iskolarendszerbe, ugyanúgy, hogy a latin meg a fekete közösségeknek a segítségére mennyi pénz ment el, és mennyi pénz ment el Ukrajnára. Tehát itt nagyon komolyan itt a közgazdaságtan fogja ezt a választást igazából vinni. Na jó, de az amerikai költségvetéshez képest ez a 48 milliárd dollár, ez nem olyan magas, mint amit bármelyik más területre költenének, nem?
Hát de, azért ez nagyon sok pénz, és hogyha megnézzük, azért nagyon sok amerikai le van gatyásodva. Pont tegnap jelent meg erről egy cikk, hogy az amerikaiak, ugyanúgy, hogy a németek sem, nem tudják már lecserélni így 3-4 évente kellemesen az autóikat, ahogy ezt régen csinálták, hanem most már egyre több ilyen 9-10-11 éves autó fut az utakon, ami nem volt jellemző az Egyesült Államokra. Tudom, hogy én is nem tudom, mentem autót venni, és akkor jobbnál jobb ajánlatokat adtak ott, leasinget, hitelt, alé csak vedd, és 3 év utána kifizeted, már viheted is a vadi új Chevy Malibu-t utána, meg egyebeket. Értelemszerűen az emberek ezzel éltek is, mert tényleg marha jó hitelkonstrukciók voltak, tehát kihoztál mondjuk egy vadi új, maradjunk a Chevy Malibu-nál egyik kedvenc autóma a szalomból, és fizettél mondjuk 148 dollárt egy hónapban, nem kellett semmit úgy előre befizetned, ez volt egy leasing konstrukció, és utána egy maradék összeget vagy befizettél, vagy vettél utána, úgymond vettél, tehát leasingre egy új autót. Tehát tényleg pörgött az autóipar, ez nagyon ugye felpublizta azt is, hogy gyártják az autókat, használt autókat is marha jó állapotban, nagyon jó áron tudtál vásárolni, mert tényleg 3 éves, nagyon klassz autókat, mondjuk nem tudom, 50-60 ezer kilométerrel nagyon olcsón meg tudtál vásárolni az államokban. Ez remek dolog volt, pörgette az ipart, most ez nincs. Az élelmiszerárak is tényleg az egekben vannak, ugyanúgy az üzemanyagárak, hát körülbelül már annyit kell fizetni az üzemanyagért, mint itt nálunk Európában, és ez mindig ez sokkolja a legjobban az amerikaiakat érdekes módon az üzemanyagár, tehát erre is lehet akár egy választást fölépíteni. Mondom, látjuk, hogy az emberek ott is, hogy visszafogják magukat utazási szokásokkal. Mikor ugye komoly téma volt az amerikai lapokban, de még Európában is átcsapott, amikor a Thanksgiving volt a hálaadás. Ez mindig arról jön, hogy rengeteg ember összejön, család, barátok, meghívod, akit szeretsz, készítesz pulykát, finom kajákat, tököspitét, egyebet, és együtt ültök és ünnepítek ezt a csodálatos napot. És most az emberek azt mondták, hát inkább csak szűk családi körbe, hogy hát ezt talán most az idén kihagyjuk, mert nincs annyi pénzünk. És azért nagyon szomorú ilyet hallani olyan emberektől, akik kőkeményen dolgoznak. Tehát nem akik a segét várják, vagy nem tudom, ülnek, azt lesnek ki a fejükből, hanem keményen dolgozó amerikaiak ilyet kell, hogy mondjanak. Tehát ez szívfacsaró volt számomra. Úgyhogy mondom, nagyon sok problémát meg kell oldani az államokba, tehát aki ott jár és elmegy mondjuk San Franciscóba, és látja, hogy mekkora sorok állnak a szociális intézmény előtt, hogy fölvegyék a hetente kiadandó csekket, tehát a szociális segélyt az embereknek. És nem csak ilyen drogos senkiházik vannak ott, hanem amerikai veteránok, akik az életüket hajlandók adni a hazáért, nagyon súlyos lőtsebekkel, végtagjukat elvesztették. Beszéltem olyan sráccal, akinek körülbelül a koponyájának egy harmada hiányzott. Afganisztán. Olyannal, akinek hiányzott mind a két karja, valahol Irak roadside-ban. És ezek az emberek kénytelenek sorbálni ilyen drogos mihasznákkal a szociális hivatalba, mert nincs egy rendes ellátás a veteránoknál. Nincsenek jó minőségű protézisek, amiket kifizetne nekik az állam. Tehát mondom, rengeteg dolog van, amit rendbe kéne tenni, és ez a pénz pont jó lenne arra, nem pedig egy proxy háborút finanszírozni azért, hogy valakinek a családja, itt Hunter Bidenre gondolok, jól járjon, hogy az üzleti érdekeit majd talán egyszer, hát remélem talán egyszer soha érvényesíteni tudja a Donbassból, ugye tudjuk, hogy ott a palagáz üzletben érdekeltek, és hát azért, ha megnézzük, már szóba kerültek Bidenék, ugye kiderült, hogy nagyrészt kínai cégektől az elmúlt években 10 millió dollárt kaptak, úgymond kenőpénzként. Nagyszerű család. Na, beszéljünk egy kicsit a front helyzetről, ugyanis azt hallani, hogy ma hajnalban rendkívül erős légitámadás érte Kijevet, többek között drónokkal, nagyon sok drónnal, ballisztikus rakétákkal, cirkáló rakétákkal támadta az orosz hadsereg a főváros nagyon rövid idő alatt, és a helyszíni felvételeken az is látható, amint az ukrán légvédelem újabb és újabb rakétákat lőtt ki a támadó eszközöknek a semlegesítésére. Miről szól ez? Kijev lakosságának a zavarásáról, vagy arról, hogy az ukránok minél több légvédelmi rendszert pufogtassanak el, vagy használjanak el annak érdekében, hogy sérüléken legyen a légvédelemnek a helyzete? Kérdés meg is válaszoltad, jött a következő. Valóban, tehát mind a kettő nagyon fontos. Tehát meg akarják mutatni ugye azért az ukránoknak, hogy nincsenek biztonságban. Tehát itt is energetikai célpontok, katonai célpontok. Katonai célpontokat kiemelném az elmúlt napokban, az elmúlt 2 napban durván 700 millió dollár értékű nyugati fegyverszállítmány semmisített meg az Orosz Föderáció. Brutális, látom a felvételeket, tehát
komolyan a pokol elszabadult Ukrajnában. Nyilvánvalóan az SVR-nek ugye nagyon jó ügynökei vannak, pontos célpontokat kaptak, pontos koordinátákat, hogy hol tárolják ezeket a fegyvereket, meg üzemanyagokat, tehát látványos volt akár csak egy atomrobbanás, tehát hogy összehasonlítottam a közelbe álló panelházak méreteivel, tehát ilyen körülbelül 100 méter magas lángoszlop lövelt fel, ahogy egy cirkáló rakéta eltalálta ezt a fegyverraktárt, és valóban, ahogy mondta Tomi, azért is, hogy elhasználják ugye a légvédelmi rakétákat. Olcsó drónokat lőnek ki, amiket állítólag ezeket a Shahid, azaz mártír típusú drónokat, amiket Irántól vásárolnak. Most a CIA azt állította, hogy valami 400 darab drónt vásároltak eddig Teherántól, ezeket nagyrészt már elhasználták. Mennyire igaz, mennyire nem, nem tudjuk, nem vagyunk ott. De a lényeg az, hogy most állítólag újabb drónokat, egy újabb flottát akarnak Irántól beszerezni, és nyilvánvalóan a drónok sokkal olcsóbbak, mint a cirkáló rakéták. Ez egy néhány ezer vagy néhány tízezer dolláros cucc, attól függ, hogy milyen drónról beszélünk, milyen méretű, milyen fegyvert tud hordozni, illetve mennyi robbanóanyag van benne. Viszont egy cirkáló rakétát az olyan $1,5 millió kezdődik. Gondoljunk bele. Egy darab. Tehát ezek, amit most a britek átadtak, a Storm Shadow, ennek is darabja, és nem akarok butaságot mondani neked, de forintba átszámolva 380 millió forint egy darab. 380 millió forint egy darab ilyen cirkáló rakéta. Tehát ezek az intelligens fegyverek brutális drágák. Ezért nyilvánvalóan az olcsó drónokat ugye kilövik, meg a kisebb olcsó rakétákat. Ezeket a légvédelem megsemmisíti, de ez azzal jár, ugye, hogy fogynak a rakéták, mert a légvédelem több rakétát kilő egy mozgó célpontra. Nyilvánvaló, hogy akkor a háromból egy el fogja találni, mert azért elég precízek ezek, legyen az az Iron Dome, legyen az a Patriot rendszer. Úgyhogy azért is megy, hogy tényleg használják el a hadifelszerelést is, mikor azt tapasztalják, hogy már a drónok be tudnak repülni a mélységben, megsemmisítik a célpontokat, akkor tudják, hogy na most fontos ilyen how are you target, tehát nagyon magasértékű célpontokra rá tudják küldeni, akkor mondjuk a Kalibert, az Iskandert, a Kinjalt és egyéb rakétákat, amik mondom, 100 milliókban mérhető áron mennek, és nyilvánvalóan azért ez a fegyver olyan, hogy ezt kár elpufogtatni azért, hogy most kilője egy nem tudom, 20 ezer dolláros rakéta, hanem ezeket olyan nagyon magas szintű feladatokra szánják, mint ami most volt például, ugye, hogy kiiktassák a nyugati fegyverszállítmányokat. Jöjjenek hallgatói kérdések. Itt szól az első. Kedves Georg, ha Ukrajna ténylegesen terrorakciót hajtana végre hazánk ellen, akkor életbe lépne a NATO 5. cikkeje? Vagy mivel rólunk van szó, keresnének valami indokot az ügy elbagatelizálására? Tisztelettel, Ádám. Hát Ádám nagyon jól látta, hogy elbagatelizálnák. Azt mondanák, véletlen volt, nem is úgy gondolták, elszabadult egy rakéta, tehát berántanák a bullshit generátort, és mindent megtennének annak érdekében, hogy Ukrajnát véletlenül se mártsák be, tehát ne náluk legyen a Fekete Péter. Ez sajnos így lenne. Ugye azért érdekes, mert az északi áramlat vezeték felrobbantásánál ugye nem derült ki, hogy kik voltak hivatalosan, és hogy annak sem lett semmifajta következménye. Ugye kezdetben baleset, buvárok. Az oroszok maguk robbantottak. A német sajtó imádja, az annyira még mindig ezt a narratívát fújja. Múltkor olvastam valami cikket, azt hiszem talán a Bild am Sonntagban, és ott is az volt, hogy bezzeg, amikor az oroszok felrobbantották a saját vezetéküket. Végül is lehet, hogy itt is kiterülne, hogy a Putyin és az Orbán Viktor együtt robbantották fel, ha ilyen megtörténne. Egyébként szerinted így, hogy most ez kiszivárgott, megtörténhet, vagy ezzel pont, hogy sikerült megelőzni, hogy bármilyen baleset szerintem legyen? Szerintem pont most ugye figyeljük őket, rajtuk van a, hát nem is a világ, de szerintem a magyar szakszolgálatoknak a szeme, és nyilvánvalóan, hogyha a drusba vezetékkel valami történne, akkor egyértelműen tudnánk ott, hogy ki a hunyó, akkor azt nem mondhatnák, hogyha az oroszok voltak, vagy nem tudom, a pirézek, vagy bárki, tehát akkor tudnánk, hogy ez a magyar gazdaság ellen, és a magyar állam, és a magyar kormány ellen célzott támadás lenne. Tehát igazából ezek a tervek nevezők nevén ez állami terrorizmus. Ez nem más. Tehát itt Zelenszky megmutatta az igazi arcát, megmutatta, hogy mit gondol Magyarországról, mit gondol arról az országról, aki körülbelül 1,5 millió háborús menekültet fogadott be, ahol itt bölcsödéket, óvikat, iskolákat építünk csak azért, hogy az ukrán gyerekek, akik itt akarnak maradni, azok tanulhassanak. Ahogy minden évben például elvitte a magyar kormány a Csernobilban megbetegedett gyerekeket, ugye a Balatonhoz táborokat készített nekik, tehát még jóval a háború előtt, tehát ugye a
híres volt mindig a magyar kormánya a különböző ilyen gyermeksegélyprogramokról. Ugyanúgy, ahogy most ukrán gyerekek jönnek állatkert látogatásra, mennek majd nyaralni ugye a háborús övezetekből a Balatonhoz, hogy legyen legalább egy kis nyaruk, legyen egy kis béke az életükben. Ezt valahogy meg se köszönik, hanem cserébe meg akarnak támadni minket. Tehát megmutatta Zelenszkij, hogy valójában kicsoda ő. Egyébként pont ezen gondolkodtam, hogy ugye állandóan azt mondják Magyarországra, hogy ukrán ellenes, de hogy szerintem a politikusokkal kapcsolatban van némi kritika a magyar emberek részéről, ezt én is érzékelem, de én például nem hallottam azt, hogy itt az ukrán embereket, az ukrán menekülteket bármifajta atrocitás érte volna, hanem nagyon nagy szeretettel fogadják őket Magyarország. Én emlékszem, még a kezdeteknél kint voltam a pályaudvaron ételt osztani az ukrán menekülteknek, és ott volt olyan, aki elmondta, hogy ők a történelem órán teljesen más tanultak, ő nekik azt tanították, hogy a magyarok gyűlölik őket, ehhez képest itt micsoda szeretettel fogadják őket, és nincsen, tehát hogy itt például egy ukrán, akár turista, akár menekült, nyugodtan végigmehet a saját rendszámú autójával, használhatja a nyelvét. Nem éri őket. Nem tudom, hogy ez fordítva most hogy lenne Ukrajna területén. Én is adtam ruhacsomagot például, tehát szépen kimosott, kivasalt, összehajtogatott ruhákat, hogy aki rászoruló, és mondjuk az én méretem, akkor tudja használni, ha tényleg úgy menekült, hogy semmilyen nincs. Tehát abszolút nekünk semmi vagyunk az ukrán emberekkel, tehát Isten őriz, tehát pont ellenkezőleg. Nekünk az ukrán kormánnyal van bajunk igazából, mert ők azok, akik gyűlölik a magyarokat, akik valóban egy hamis történelemképet sugaltak a gyerekeknek, hogy mi vagyunk a rossz, és értelemszerűen egy kisgyerek ezt hallja a szüleitől, ezt hallja az iskolába, akkor elhiszi, és nagyon nehéz bebizonyítani, hogy ez nem így van. Most belátták az ukrán emberek, akik itt élnek, itt dolgoznak, itt élnek velünk, a gyerekek együtt játszanak a játszótéren, hogy ez marhára nem így van, mert igazából most itt nincs olyan, hogy ukrán vagy magyar emberek vagyunk, és semmi vagyunk egymással, hanem itt a kormány. Tehát itt mindig egy háborús helyzetben, hogy a kormány az, aki a hunyó, aki embereket a vágóhídra küld valamilyen vélt vagy valós sérelmek miatt, vagy vallási ellentétek miatt, tehát ez sajnos mindig így volt, mióta az emberiség háborút vív egymással. Nagyon szomorú, hogy ez így van, de hát valóban itt az ukrán kormány az, aki ilyen aljasságokat tervez Magyarország ellen, nem pedig az egyszerű ukrán emberek értelemszerűen, tehát őket nem szabad ezért gyűlölni, nem szabad ezért bántani. Itt egyedül Zelenszkij és a korrupt kormánya az, amelyik itt a problémát okozta világszinten. Na és akkor végezetül egy utolsó kérdés. Azt szeretném kérdezni Georgtól, hogy mi lehetett az akadálya annak, hogy nem adtak engedélyt a Donbaszban való újságírói tevékenységének. Hát állítólag, tehát ezt a hivatalos levelet kaptam Moszkvából, hogy csak orosz hírügynökségeknek a tagjai, tehát RIA Novosztyi és egyebek, akiket kiengednek a frontra, mivel hogy veszélyes, meg hát gondolom nemzetbiztonsági okokból is, tehát nagyon kedvesen utasították el, de mindenek ellenére meg vagyok hívva augusztus, ha jól emlékszem, 16-ától egy néhány napra Moszkvába, és lehetőséget kaptam, úgy néz ki, hogy tovább tudok menni még Csecsenföldre is onnan. Tehát ez körülbelül 90%-ban már biztos, le van levelezve, úgy néz ki, hogy megvannak már minden, megvan engedély, minden engedély Moszkvából, még várok egy ilyen végső megerősítő e-mailre, és akkor meg tudom már venni a repülőjegyet is magamnak, és akkor Isztambulon keresztül irány Moszkva, és akkor ott már jó kezekbe leszek. Egy biztonságpolitikai konferencia lesz, ahol nem is tudom, 114 országnak a képviselői lesznek, tehát ugye téma lesz a migráció, téma lesz a terrorizmus, egyéb ilyen kérdések, amikben otthon vagyok, és utána úgy döntöttem, hogy még ott maradok egy pár napig, és felajánlották, hogy nagy valószínűséggel akkor le tudok menni Csecsenföldre, ami iszonyatosan izgalmas. Gyerekkorom óta kb. A vakancs listán van, hogy arra eljussak. Úgyhogy mondom, érdekes dolgokat tervezek, de hát ugye a legklasszabb, ami már nagyon közel van, Ante Portas, nem Hannibal, hanem az, hogy szombaton indulok Bagdadba, és onnan csinálok majd ultrahangot, ami nagyon izgi lesz. Na hát akkor jó utat addig is, meg addig még lesz egyébként közös adásunk is. Ez volt német is. Sőt, német adásunk is lesz pénteken. Akarom mondani, német adás, hú, tök jó, képzeld el, most már a rokonaim is hallgatják, tök véletlen akadtak rá, és azt mondták, hogy fú, de ez de zseniális, és már terjed.
terjed Bajorországba, tehát Kárló Nokatesson pont itt van Budapesten, és egy kávézás közben nagyon lelkendezett az ultrahangról, hogy ez mekkora jó volt, meg minden, és már tovább küldte barátoknak, úgyhogy mondom, Bajorországban most már egyre többen hallgatják így Memmingen városában az ultrahangot, tehát jó az irány, és pénteken akkor csapassuk. Na, nagyon örülök neki pénteken, tehát személyes felvétel szombaton indul Georg Bagdadba, szóval sok izgalom lesz itt az ultrahang csatornáján, én meg közben hazaértem Erdélyből, még nem teljesen állt össze mögöttem a technika, de alakulunk. Ez volt a mai Frontember, köszönjük, hogy itt voltál velünk. Hát én köszönöm a lehetőséget, és nagyon szép napot mindenkinek. Igen, a hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, szép napot kívánunk mindenkinek, legyen szép a napjuk, viszontlátásra, viszonthallásra.